Magyar Kanizsára is megérkezett a hűvösebb és remélhetőleg csapadékban gazdag idő. Mind a két időjárási tényezőre szükség van, hiszen a kukorica és a napraforgó fejlődéséhez mindkettő fontos lenne. Az elmúlt hetekben kisebb-nagyobb záporok voltak, viszont a térségben egyáltalán nem egységesen. Júniusban 47, míg július elején 50 mm esett Magyar Kanizsa bizonyos részein. A napraforgónak az akkor leesett csapadék nagyon jól jött, viszont a hőhullám már nem. Ami a jelenlegi állapotát illeti, tehát most már rekordtermések nem lesznek. Itt egy sávban fogta Tisza mellett, és itt volt elég komoly csapadék, tehát egyszer 50 mm, aztán 20 mm. Természetesen itt még a 20 mázsás holdanként termés elképzelhető, de viszont vannak olyan helyek távolabb, tehát ahol voltak 10-12 mm első. Kedden még így néztek ki bizonyos parcellák, ami jól mutatja, hogy szárazság van. Igaz, az év első felében már több eső esett, mint tavaly egészében, de ennek ellenére a jó kukorica és a napraforgó terméshez legalább 100 mm esőre lenne szükség, nyilatkozta Sterbik Ildikó agrármérnök. A kukorica címerhányás, a napraforgó pedig a virágzás állapotában van. Mindkettőnek nagyon nagy szüksége lenne most a csapadékra, mert a talaj felső 50 cm-es rétege már teljesen ki van száradva. A több héten át tartó közel 40 fok és a légszárasság szinte egy növénynek sem kedvezett. A kukorica esetében pedig néhol igazán rossz parcellák is mutatkoznak. A termelők aggódnak, ha nem lesz elegendő eső, ebben az évben sem kell majd nagy kukoricahozammal számolni. Ez az utolsó pillanat, hogy hát a termés lesz, akkor bizakodunk, hogy lesz további jószág tartás, de hogyha nem lesz, akkor nem tudom, mi lesz, akkor vagy a jószágot kell felszámolni, vagy nem tudom, hogy jutunk hozzá, vagy nagyon drága lesz majd a kukorica. A községben szerda délelőtt is változó mennyiségű csapadék esett, ami néhol még a 10 mm-t sem közelítette meg.